egészsége és szellemisége jó kezekbe kerül, elhelyezték az alapkövet a Belicei kertben. Csak halaszthatatlan műtétekhez, kevés a vér az országban, véradók jelentkezését várják. Továbbra sem tud nyerni hazai pályán a Békés Csaba, de az előre még veretlen az MB2-ben. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Megújul három híd, az Ursinyi Belicei kúria és több munkácsi alkotást ábrázoló szobor kerül Békés Csaba belvárosába. Többek között ezeket a fejlesztéseket tartalmazza a Munkácsi negyed projekt, melynek alapkövét szerdán tették le. A Modern Városok programról finanszírozott beruházás 3 milliárd forintba kerül. Munkácsi Mihály szellemi örökségét ápolja és népszerűsíti majd az a beruházás, amelynek alapkövét szerdán tették le. A Munkácsi negyed több kisebb fejlesztésből áll össze. Az elsődleges cél az, hogy a megújuló környezettel fellendítsék a békéscsabai turizmust. Természetesen, mivel mégiscsak Munkácsiról beszélünk, egy olyan emberről, egy olyan nagyunkról, egy festőnkről, akihez mindenki viszonyul valamilyen módon, jellemzően inkább pozitívan, és nem csak országosan ismerjük a nevét, hanem világszerte ismerik a nevét, legalábbis a hozzáértők, ezért természetesen ennek a fejlesztésnek valamilyen turisztikai vonzerővel is kell majd bírnia. Mi arra számítunk, hogy turistákat vonzunk a városba, amikor ez a projekt elkészül. A projekt részeként megújul többek közt a világhírű festőművész nevét viselő múzeum környéke. A kulturális államtitkár szerint külön öröm, hogy a programban résztvevő városok fele a kultúrának szenteli a Modern Városok program forrásainak egy részét. A Modern Városok program keretében a békéscsabai Munkácsi Mihály örökséget ápoló és népszerűsítő Munkácsi negyed fejlesztési projekt egy jól végig gondolt, sok elemből összeálló komplex feladat, mely az egész város, sőt az egész régió arculatát karakteresen és sok pozitív energiával alakítja át, bővíti és gazdagítja. A felújítások közül több már elkezdődött, de például az alapkő letétel helyszíne, a Belicei kert még ezután kerül sorra. Feltételezhetjük, hogy Ursinyi Andor testvérének a portréját, Ursinyi Karolinának a portréját, ugye Munkácsi Mihály talán itt festette, ahol mi állunk. Sok szép olyan dologról beszélhetünk tehát, ami azt igazolja, hogy jó Békés Csabainak lenni. Békés Csaba polgármestere arra emlékeztetett, hogy már 2015-ben tervezni kezdték azt, hogy milyen fejlesztések jöhetnek létre a városban a Modern Városok program révén. Az erről szóló megállapodást 2016 áprilisában írta alá a magyar kormányfővel. Ez a miniszterelnöki látogatás és az ott megkötött megállapodás nagyon jól mutatta azt, hogy a kormány és Békés Csaba viszonylatában egy lényeges előrelépés történt, és azóta, ahogy ez az előttem szólók részéről elhangzott, nem csak aláírt megállapodás született, hanem tényleges tervezések, kivitelezés, megindítások, sőt egyik-másik projekt lényegében már műszakilag be is fejeződött. A békéscsabai beruházásokkal együtt országosan 260 projekt zajlik és zajlott le eddig a Modern Városok programban, összesen 4000 milliárd forint értékben. Csökkent a vérkészlet hazánkban, emiatt az országos vérellátó szolgálat csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítja a vérkészítményeket. Ezt a helyzetet addig tartják fenn, míg ismét elég vér nem lesz az országban. Addig is számos városban, köztük Békés Csabán is szerveznek véradásokat. Néhány kérdés, vérnyomásmérés, dokumentumkitöltés. Mindenhol ezzel indul egy átlagos véradás. Vice Sándorné nem először ad vért, és a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ezúttal is a segítő szándék vezette. A negyedik alkalommal vagyok vért adni, a mostani motiváció pedig az egy konkrét motiváció. Egy ismeretlen fiatalembernek a megsegítése miatt jöttem el véradásra. Korábban pedig egyszerűen a segítségnyújtás volt a motiváció.
Az országos vérkészlet, a koronavírus járvány, a nyári szabadságolások, valamint a 4 napos hosszú hétvége miatt csökkent. A kialakult helyzet ellenére a véradó állomások folyamatosan várják azokat, akik segítenének, például Békés Csabán is. 30. alkalommal jöttem vért adni, hát soha nem tudom, hogy mikor kerül rám sor, hogy én nekem is kell vér. A szakemberek azt hangsúlyozzák, hogy csak azok adjanak vért, akik az utóbbi 14 napban nem jártak külföldön, illetve egészségesnek érzik magukat. Az országos vérellátó főigazgató helyettese arról tájékoztatott, hogy 1500 egységnyi kiesett mennyiséget kell pótolni ahhoz, hogy a lehető leghamarabb visszaálljon a megszokott rend hazánkban. Közítettük a felhívásunkat. Szerencsére a véradók megértették, hogy probléma van. Már a hétfői napon is többen jelentkeztek a megszokottnál. Tudni kell, hogy egy átlagos hétköznapon körülbelül 1600-1800 jelentkezőre van szükségünk a szükséges mennyiség biztosításához. Kedden már 2000-nél többen voltak. Azok, akik nem tartózkodnak megszokott véradási helyszínük közelében, a véradó szolgálat és a Vöröskereszt honlapján, valamint a véradás.hu oldalon találhatják meg a hozzájuk legközelebb található véradás helyszínét. Kutatások szerint a kőolajipar után a divatipar a legkörnyezetszennyezőbb iparág. Az elmúlt 2 évtizedben az ágazat eladásai megduplázódtak, így óriás mennyiségű ruha került a világpiacra. A feleslegessé vált ruhák nem mindegyike kerül a szemétbe. Továbbadásukra alternatívák, például a használt ruhaboltok. Ebbe a helyi turkálóba mindig jó minőségű és tisztított darabok érkeznek, lezárt zsákokban. A pamut, tehát minőségre mennek, ami nálunk én úgy gondolom, hogy elég jó minőségűek, meg első osztályúak. Árba nem mindegy azért, hogy mennyire veszik meg a gyerekruhát, cipőt, tehát ami nálunk megtalálható. A vásárlók az egyediséget is keresik a ruhákban. Az egyes darabokat nem ritkán otthon átalakítják, vagy más célra is felhasználják. A környezettudatosság, tehát hogy spóroljunk a feleslegessé vált ruhanemük kidobásával, vagy ne szennyezzük a környezetet, és a minőség, tehát attól, hogy ezek használt termékek, az jó minőség, próbálunk mi is beszerzés során arra törekedni, hogy jó minőségű terméket, tehát első osztályban extra minőséget hozzunk, és ezek attól, hogy egyszer-kétszer kivoltak, most van még jóval tovább tartanak. A tapasztalatok szerint a vásárlókat nem érdekli, hogy a ruhadarabokat már használták. Az egyediséget és a ritkábban előforduló anyagokat keresik inkább. Az egyik boltvezető elmondta, hogy minden hónapban cserélik az árukészletet. A megmaradt darabokat visszaszállítják a központba, ahol kiválogatják és osztályozzák azokat. A legutolsó lépés, hogy Afrikába szállítják a ruhákat, és az ottani lakosoknak felajánlják. A ruháink Nagy-Britániából érkeznek, ezt karitatív szervezetek értékesítik, az ott kinn élő emberek felajánlják ezeket a ruhákat, és akkor a karitatív szervezet ezeket elárulja, kiárulja, és a befolyt összegből jótékonysági célra használják fel. A boltvezető arról is beszélt, hogy a karitatív szervezetek az így összegyűjtött pénzből lélegeztetőgépet vásárolnak, illetve nehezebb körülmények között élő embereket támogatnak. Média ismereti és média technikai előadásokat tartottak a Békés Csabai Média Centrum munkatársai a Connective Ifjúsági Centrumban Békésen. A fiatalok a híradókészítés elméleti és technikai oldalai mellett drónfelvételt is készíthettek. A Békés Csabai Média Centrum Kft. És a Connect Ifjúsági Centrumot működtető békési székhelyű életműhely alapítvány között született megállapodásról a 7.tv híradójában is beszámoltunk. Az együttműködés első állomásaként a Média Centrum munkatársai előadásokat tartottak az Ifjúsági Centrumba látogató fiataloknak. Nekünk az a fontos, hogy titeket meg a környékbelieket, tehát a békéscsabaiakat, békésieket, gyulaiakat, azokat, akik a környékkel, meg azokat tájékoztassuk gyakorlatilag a legfontosabb dolgokkal. A fiatalok a hír írásától, a riport elkészítésén át a híradós anyagok megírásáig követhették nyomon a munkafolyamatokat.
Számomra, ami most legérdekesebb volt az előadásban, az az volt, hogy betekinthettem itt a média világába, hogy hogy is épül fel maga egy híradó, hogy milyen állomásai vannak a híradó készítésnek is, hogy milyen fázisokon megy át egy híradó, mire a nézők elé kerül. A résztvevők a híradózás technikai oldalába, így a kamerázási technikákba és a felvételek összeállításába is bepillanthattak. Mivel a légi felvételek készítése egyre gyakoribb operatőri fogás, így az oktatás második napján, a programsorozat zárásaként a fiatalok a drónfelvétel készítését is kipróbálhatták. Országszerte augusztus 28-án és 29-én rendezik meg az állatkertek éjszakáját. A kezdeményezéshez a Szarvason található Körösvölgyi Állatpark is csatlakozott. Éppen ezért a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság bemutató helyén számos program várja majd a látogatókat pénteken 15 órától. Idén a park munkatársai bemutatják, hogyan és milyen eszközökkel zajlik az állatok orvosi vizsgálata. Az érdeklődők 20 óráig óránként láthatnak látványetetéssel egybekötött faismertetőt, de a szakemberek az egyes kifutók karbantartását is bemutatják. Az utolsó látványetetés este 8-kor kezdődik, ekkor a szürke farkasok kapnak vacsorát. Az állatkertek éjszakája alkalmából a Körösvölgyi Állatpark pénteken 21 óráig lesz nyitva. Továbbra is veretlen a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó másodosztályban. A lilák az NB1-es bajnoki címvédő Ferencváros fiók csapatát, a Soroksár együttesét fogadták hazai pályán szerda este a Merkantil Bank Liga 6. fordulójában. A csapatok a változatos meccs után 1-1-es döntetlennel hagyták el a stadiont. A Békés Csaba szokásos lila-fehér felszerelésében fogadta a Soroksár együttesét azzal a reménnyel, hogy megszerzi az első hazai győzelmét a bajnokságban. A mérkőzés első komolyabb helyzetére 22 percet kellett várni, amikor a vendégek csapatkapitánya Gyömbér Gábor lőtt a kapu mellé. Fél óra játék után az előrének is volt egy nagy helyzete, de Hodonicki Márk lövését Varga Ádám kapu fölé tornázta. Szalai Dániel átadása után Nikola Pantovics jelezte be magát a 16-os vonalába, és a kapu bal alsó sarkába lőtt, megszerezve idei második gólját. Két perccel később a szerb származású játékos majdnem duplázott, de a keresztléc a soroksáriakkal volt. A második játékrészt a vendégek kezdték veszélyesebben, de az első fejest Cinanó Áron még hárítani tudta. A másik oldalon Paudics Patrik került zicserbe, de nem sikerült eltalálni a kaput, majd Lukás Rajmond próbálkozhatott, de a kapus lábbal hárított. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a fehér-fekete mezesek következő fejesét az előre már nem úszta meg. A csereként beálló Lovrencsics Balázs első labdaérintéséből rögtön gólt fejelt. Bár a találkozó nyílt lett, igazán nagy helyzete már csak a Soroksárnak volt. Előbb Derekas Zoltán lőtt a kapu mellé, majd a korábbi NB2-es gólkirály fejelhetett kétszer, de Lovrencsics egyik próbálkozása sem találta el a kaput. A találkozó állása már nem változott, a csapatok 1-1-es döntetlent játszottak. Most meg vagyok elégedve a srácokkal, hiszen azért vesztes állásból föl tudott jönni a csapat, és vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Nyilván egy nagyon jó mérkőzést láthattak a nézők, úgyhogy szerettünk volna nyerni. Ott voltak az utolsó pillanatban az ittszereink, csak az utolsó passzok azok nem sikerültek. A Békés Csaba ezzel a döntetlennel még mindig veretlen a másodosztályban, de hazai pályán továbbra sem tudott nyerni. Az előre 4 pont osztozkodás, és 2 győzelem után 10 egységgel 8. a tabellán, 3 ponttal lemaradva az első helytől. Az első fél idő langyos futball volt, elég langyos meccs volt mind a két csapat részéről, de inkább a saját csapatommal foglalkozom. 10-15 percet futballoztunk, akkor volt 3 zicserünk, amiből egy gólt tudtunk, jókor rúgtuk a gólt, volt kapufánk, volt lehetőségünk. A második fél időben mind a két csapat oda tette magát, egy jó meccset játszottunk szerintem. A legnagyobb gond az, hogy 6-3 helyett, vagy 6-4 helyett, vagy 7-4 helyett 1-1 lett. A Békés Csaba vasárnap az eddig 11 pontot szerzett Dorogra látogat, amely jelenleg 6. az NB2-ben. Ezt követően egy hét válogatott szünetre vonulnak a csapatok. Az előre Soroksár elleni mérkőzését csütörtökön 21 órától nézhetik meg a 7 pont tévén.
Idén is táborral búcsúztatja a nyarat a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub. Az Egyesület már 18 éve szervezi meg a programot általános iskolás gyermekeknek, akikkel válogatott sportolók foglalkoznak 5 napon keresztül. Hétfőn reggel bemelegítéssel indult a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub nyári tábora. Az 5 napos sportrendezvényre idén is sok gyermek jelentkezett. Nem először vagyok itt a táborban, azért szeretek ide járni a táborba, mert sokat mozgunk, játszunk is, és vannak itt barátaim. A tábornak nem az a célja, hogy atlétákat neveljen, hanem az, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres sportolás fontosságára játékos formában. Az iskolások és az óvodások nem csak az atlétikában, hanem több más sportágban is kipróbálhatták magukat. Amikor kijövünk, mindig hozunk más sportszereket. Most például van baseballütőnk, szoktunk azt is játszani, mindig floorballozunk, focizunk, röpizünk. A tornaklubhoz szoktunk kimenni, és ott tényleg kipróbálhatják a különböző kis ugrásokat. És hát nyilvános strandon jó, úszunk egy picit, de azért nem olyan komolyan véve, de azért ezzel is próbáljuk őket egy kicsit megismertetni. A táborozókat ezúttal is a csabaiak válogatott sportolói, köztük Nagy Levente segíti, aki a helyi fiatalok egyik példaképe. Nagyon jó érzés természetesen, nekem is voltak példaképeim, és rám is annak idején nagyon ösztönzően hatottak. Jövő héten már kezdődik az iskola, így az atlétikai klub tábora volt az egyik utolsó nyári program idén Békéscsabán. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!